Üdvözlök mindenkit, Mekrokrim vagyok, jön egy kis kód uh, négy, ezt akartad, vagy nem ezt akartad? Most akkor mi a fene van, hogy folyton sírni kell eme játék fölött? Hát ezt akartátok, hát akkor most mi van? Nos, uh, a lényeg, a lényeg, ami lényeg, hogy ugye már mi, mióta sír a Call of Duty közösei egy olyan Call of Duty-ért, amit ugye úgy hívnak, hogy boots on the ground, vagyis, hogy nem röpködünk össze-vissza, meg szuper fegyverek, szuper rucikkal, és szuper mindenki vissza akar térni a földre, és mindenki a földre akart játszani, egy kicsit lassúbb játékmenettel, kicsit lehessen taktikázni, kicsit hozza már vissza azt a régi kódfélinget, feelinget, hát, nevezés nem mindenki. És akkor az, úgy döntöttek, hogy mit csinálnak, hát úgy sincs elég fantáziánk, hogy csináljunk egy olyan játékot, meg úgy is lehúznák, hát akkor adjuk ki a kód 4-et, a kód a sikeres, hogy kiadták a kód 4 újra, ugye, és akkor mindenki, KOD ja, És mint ahogy én is, ugye szépen megvetek a kod mert szeretem a kod szerettem a kod nagyon jó nosztalgiák fűződnek a kod amikor játszom vele. Szóval jó esik játszani vele. És mit csináltak utána? Tehát, <tosz> hozzányomták a supli dropokat, hozzányomták ezt a sok skint, és, és, és emiatt megváltozott a játék. Valamilyen széten tartalommal telt meg, hogy így is mondhatnánk. Mert azért, legyünk őszinténk, tehát nagyon jó volt a kód nagyon szerettük a kód nagyon élveztük a kód és ha tetszik, ha nem, volt, aki úgy írta az egyik kommentben, az egy videóhoz, hogy nem mindegy, hogy milyen skin van azon a fegyveren de mindegy, hogy milyen skin van azon a fegyveren, viszont előbb vagy utóbb te is elkezdted challenge a 150 headshotot, hogy meglegyen a blue, a blue dragon vagy a red dragon, tehát előbb utóbb, mikor már annyit játszottál a játéka, hogy a pályáktól már unod a pályákat, Unoda a játékmeneted, unod egy kicsit úgy az egészet, akkor mit csináltunk? Elkezdtük challenge a skineket. És akkor nézegettük, a oh, 150 headshot, izé, és szépen lassan elkezdtük csinálni, csinálni a challenge -ket. És most mit csináltak? Hát gyakorlatilag hoztak dropokat, Lehet, hogy nem ez a legcélszerűbb rendszer, amit ki lehetett találni uh, Call of Duty szempontjából, de berak beraktak valamit a a játékba, valami extra, skineket, valami. Nem beszélve, hogy később majd fegyverek is fognak jönni. Nem akarok arról még semmi nagyon konkrétat mondani, mert nem tudjuk, hogy, be, hogy fogják befolyásolni a játékot. Opék lesznek, nem ópék, hogy lehet őket megszerezni, de lesznek és jönnek, és, és már benne vannak a játék fájlói között, csak feloldásra várnak gyakorlatilag. És, és, azt kell, mondjam, hogy ez. és, és megkaptuk, amit akartunk. Megkaptuk, amit amiért sikítoztunk már évek óta a Call of duty Boots on the ground -ot. megkaptuk azt, hogy megkaptuk a régi feelinget. Igaz, hogy egy régi új, új a kapcsolatban, de akkor most miért sírunk, hogy extra skinek vannak? Miért sírunk azért, hogy megkaptuk a régi feelinget egy új köntösbe rakva, új tartalommal, új extrákkal ellátva végül is, és, 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 és őszintén szólva, jó, a Code 4 Remastert jó, jobb, mint az Infinite Warfare. Még a, a, a sok skinnyével együtt, ami van, a sok farmolással, tehát játék időt ad, gyakorlatilag értelmet ad ahhoz, hogy extra, 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 extra. Um, időt fektes bele, hogy játszál, hogy hosszú távon játszál vele, és hogy meglássuk, hogy mi lesz majd a következő Call of Duty a következő év, és hogyha egy nagy szal lesz, akkor Code 4 remasterozni fogunk. Miért? Mert, mert boots on the ground. És miért? Mert hogy van benne extra tartalom, amiért érdemes játszani. Itt nem, nem csak az, hogy a régi pályák és a nosztalgia és a, és a tököm tudja mi. Ez úgy gondolom, hogy ezt, a, ezt az új dolgot, amit kitaláltak a Call of duty ba ez a Dropok -ok, egy csomó skin és egy csomó minden, ez egy jó dolog a Code 4 remastered-nek. Érted? Tehát jó dolog, mert kiszínesíti. A hülyeség az ember részéről az az, hogyha erre tényleg elkezd pénzt költeni. Szóval tényleg mindegy, hogy milyen skin van a, a fegyveren. Tényleg mindegy, hogy hogy Red Dot milyen kis pont, vagy X, vagy valami van. Értitek? Ezek tényleg mindegyek. De ha benne vannak a játékban, és ingyenesen elérhetőek, és amikor már nem nagyon tudod, hogy merre indulj el a játékkal, akkor elkezded ezeket csinálni, és legalább van mit csinálni. Nem csak az, hogy 150 headshot, blue dragon skin, nem. Egy csomó skin jött be, és egy csomó extra kis meglepetés, ami ott vár elrejtve a játékban, és arra vár, hogy te megcsináld. Érted? És amikor már unatkozó, ott, ott, lesznek, amikor már unatkozok, hogy akkor most játsz ezért, hogyha már, hogyha nem ez van. Tényleg mindegy egy, egy bizonyos szempontból, de ha már, ha már nem, akkor... És, és, az, és az iszöntetős nagy badalság tényleg, hogy sok időbe telhet megszerezni mindezeket. Ez így van. Viszont... Öm, ö, ha pénzt költesz erre, akkor, 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 ott, ott veszel el igazából. Lesz, aki pénzt költ erre, valószínűleg nem Magyarországon. Magyarországon ennyire még nem őrültek meg az a az emberek, de, de valószínűleg lesz, aki pénzt költ arra, hogy gyorsabban megszerezze az kinek. Na az viszont totális balfasság és, és hülyeség, hogy, hogy olyat tegyen az ember, mert előbb-utóbb meg lehet őket szerezni valahogy valamilyen úton, módon. Ha nem lehet, akkor... Öm, akkor akkor nem lehet és kész. Pénzt nem érdemes rákölteni, de ha ebből a szempontból nézzük ö, a játékot, akkor akkor jó, hogy így ki van színeset, színesítve. Szupidropok ide vagy oda. És, és, remélhetőleg minden, ami be fog jönni a jövőben a Code 4 Remastered-ben, az, az, mind ingyenes marad, kivéve, kivéve mondjuk az MV, talán, talán így lesz, az MV2-es fegyverekén lehet, hogy mikrotranzakciókkal kell fizetni. Na most az lesz az, amit nem fogok megvenni, az kész. Tehát nem, nem fogok azon erőlködni, hogy most ú, meg tudom ezt szerezni az MV2-t, mert mindegy milyen fegyverrel lövök, -e bizony a szempontból nem nagyon fogom el öltetni, hogy azokat megvezem, ha csak nem így csorogad el a zsebemből, mert akkor kurvára mindegy. De, de ö, gyakorlatilag megkaptuk, amit akartunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szerintem nem kell sírni ez a Cornelius Master fölött. Jó. Jó lett a régi hangulatú, a, a régi pályák, régi minden, régi szkinek, régi anyámkinyák, és hozzátolták ezt az újat. Hogy most miből fognak pénzt csinálni, az az ő dolgok, de úgy gondolom, hogy nem ez az a játék, amire mikrotranzakciókat pénzt kell költeni, mert már túl jól ismerjük Tehát, Hanem ha, amit meg tudsz szerezni a játékban, megszerzed, happy vagy vele, és el van döntve. Aztán, ha későbbiekben bármit akarsz vele kezdeni, hogy pénz, stb., az a, az. A, az te dolgod lesz. De azt hiszem, hogy így a sírást a kód fölött idei évben, tehát megvolt az Infinite Warfare kuka, delete, lehúztuk, a rólót kész, tehát amikor nagyon elvetem, hogy vannak, csak akkor játszok én is vele. De uh, itt van nekünk ez a kód 4, és, és, jobb, mint a Black Ops 3. Tehát én nem szívesen megyek vissza Black Ops 3-ba játszani, mert hogy elkurták a kód 4-et. Nem kurták el a kód 4-et. Feljavították. Én erre gondolok. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit feljavították. Extrát adtak neki. Azon kívül, hogy ami volt, ezekkel a skinekkel feljavították. Igen, kijavíthatták volna a bugokat, jobb szervereket adhattak volna, nem, tehát szerverekre kellene csatlakozni mindig, nem ezzel a hibrid hostolós rendszerre, vagy szerver, vagy hossz valami. Apró dolgokat tud, változtathatnának, változtathattak volna rajta, de ez van. Eddigi évek óta legjobb szórakozás. Akárhogy nézem, kod, kod Ból. Tehát kimerem jelenteni, hogy kodgozban én jó szórakoztam. <laughs> tényleg, tényleg kodgozban én jó szórakoztam, ezt kimerem jelenteni. Most az ott a kod <kül> kérem szépen ebben is jó szórakozom. Szóval ennyi. És ez, és ez az a lényeg, hogy jó szórakozom. Eddig is köszönöm a figyelmet, várom a véleményeket. Ti, hogy látjátok ezeket a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!